Vendégeink dr. Imre Ruben szülésznő, gyógyász, meddőségi specialista, és Sefcsikem Anna alapító, a baba genetika alapítója. Miért ennyire tabu ez a nők körében? Miért nem beszélünk erről? Hiszen nagyon sok más társnak is tudnánk segíteni ezzel, hogy nincsenek egyedül ezzel a helyzettel. Tehát általában nehéz ezzel kapcsolatban segítséget kérni, és nem tudják, hogy hova forduljanak. Ugye azért nehéz beszélni róla, mert a környezetükben mindenki általában azt érzi, hogy csak ő érintett ebben a témában, és nem mer megkérdezni hasonló sorstársakat, hanem általában internetes fórumokon próbálnak tájékozódni, és ugye a Google internetes fórumokat keresnek, és egy csomó fals információval találkoznak, és nem tudják, hogy igazából mikor kellene szakemberhez fordulni ebben a kérdésben. Nyilván egy óriási trauma egy nőnek, amikor elveszíti így a gyermekét, hogy elvetél. De ugye nagyon sok esetben ott kisétál a rendelőből, kisétál a kórházból, és egyedül marad. Van bármi olyan hely, olyan szakember, akivel tud esetleg utána ezen a traumán közösen túljutni? Hát én itt úgy mondanám kapásból, hogy a nőnek és a férfinak is. Mert hogy itt azért ugye ketten vagyunk ebben, és a férfinak talán még attól kiemeltebben nehéz néha, hogy ő, ugye ott van a szerelme, aki végigmegy ezen az úton, és a gyermeke, akit elveszít, és mind a kettőnknek szüksége van segítségre, és ilyenkor sokszor én azt tapasztalom, hogy én, mint idegen, sokkal nagyobb segítő tudok lenni azoknak, akik sajnos ezt az utat így kapják, mert hogy én is érintett vagyok. Ugye nekünk 5 gyermekünk született meg, és 3-at elvesztettünk, és ugye az empátia nagyon-nagyon fontos része ennek az egésznek, és az, amikor te átérzed azt, hogy ő mind megy keresztül, és tudsz neki segíteni, az egy pontja, de azért az is nagyon fontos, hogy eljussanak a megfelelő szakemberekhez. Tehát, hogy nem mindegy az, hogy mikor jutsz el egy szakemberhez, nem mindegy az sem, hogy már adott esetben családtervezés során elmenj olyan vizsgálatokra, amikkel adott esetben megelőzhető lenne a vetélés. De egyébként a nők nagyon sok esetben ugye azért hibáztatják saját magukat, mert azt gondolják, hogy ők valamit elrontottak. Van ez így egyébként, hogy mi nők rontunk el valamit egy ilyen esetben? Nincs soha ilyen. Tehát, hogy nem szabad önmagunkat ezért hibáztatni, soha. És ez nagyon-nagyon erős kérdés, mert ilyenkor mindig elkezdődik az, hogy mit csináltam, mit tettem én rosszul, miért van ez az egész, és ezért nagyon fontos a lelki segítő. És nyilván a család támogatása, azt gondolom, mert hogy nem egy hibáztatás történik, hanem hogy azt mondjuk, hogy ez az élethez hozzátartozik. Egyébként kiszűrhető, akár amit az Anna is említett vizsgálatok során, annak a százaléka, hogy valaki egy várandóságot vetéléssel végezzen? Hát itt megkülönböztetjük azt, amikor csak egyszer fordul elő vetélés, vagy ha többször egymás után. Én azt gondolom, hogy ha kétszer egymás után hasonló mechanizmussal ugyanaz történik, kísértetiesen, pontosan, ugyanazon a héten, ugyanúgy, akkor mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni, illetve már maga a családtervezés előtt is, hogyha ismertem, van valamilyen alapbetegsége, menstruációs zavara van, ciklus zavara van, rendszeresen szed valamilyen gyógyszert, akár ő, akár a párnak a férfi tagja, akkor érdemes előtt egy családtervezési megbeszélésre elmenni, hogy ezek érinthetik-e a terhességet, lehet-e olyan következménye, ami esetleg magasabb vetélés kockázattal jár. Ha pedig többször egymás után van valaki, akkor merjen segítséget kérni, mert vannak háttérben álló okok, amiket ki lehet deríteni, és a nagy többségére általában van megoldás is. Nyilván azért a lelki háttér a legfontosabb. Lindának is vannak feldolgozatlan dolgok, és azt gondolom, hogy ez talán még jobban tudja javítani egy nőnek az állapotát. Ön orvosként, amikor valaki elvetél, szerintem kétféle nő van, most egy kicsit belezavarodtam, hogy vagy gyorsan szeretne újra babát, vagy annyira belemerül ebbe a gyászba, hogy szinte egy önhibáztatásba beleesik és generálja. Orvosilag, ha megnézzük, akkor mi a legjobb ebben a helyzetben? Tulajdonképpen mindenki az első kérdés az, hogy én mit rontottam el, és ezzel próbálja meg saját magában keresni a hibát. Ugye ez a legfontosabb, hogy azt tisztázzuk, hogy nem ő rontotta el. Tehát a koraterhesség az egy mindent vagy semmi törvény szerint működik. Hogyha minden rendben van, akkor megy szépen a terhesség. Ha valami elrontódik, vagy elromlik a rendszerben, akkor ott az a dolog, az vetéléssel fog végződni a koraterhességben.
gyakorlatilag ugye a lelki hátterében az fontos, hogy túljusson ezen, és tudjon idézőjelbe tiszta lappal kezdeni, és ebben nyújthat segítséget az, hogyha segítünk egy okot keresni. Én azt gondolom, hogy első vetélésnél ez nem feltétlenül szükséges, hogy mindenképpen okot keressünk mögötte, mert azzal indokolatlanul medikalizáljuk az egész folyamatot, indokolatlanul beleforgatjuk őt egy kivizsgálási procedúrába, és betegnek fogja magát érezni. Tehát azt én mindig hangsúlyozni szoktam, hogy egy vetélés sajnos statisztikailag benne van, előfordulhat úgy, hogy egyébként a párnak semmilyen baja nincsen, viszont hogyha ez kétszer egymás után van, akkor érdemes elkezdeni, de fontos, hogy elsőnél ne kezdjük el beleforgatni magunkat egy indokolatlan orvosi kivizsgálás sorozatba, mert annak sem lelkileg nem fog jót tenni, sem a párnak nem fog jót tenni, stigmatizáljuk az illetőt. Tehát ez nem célunk, hanem mindenkinek el szoktam mondani a korrekt tájékoztatást, amit egyébként sokszor nem kapnak meg, az adatokat is, a statisztikai adatokat is, az orvosi részét is, és meg szoktam nyugtatni, hogy nem ő bennük van a hiba, és próbálják meg, és próbálnak meg túllépni rajta, és nyilván akkor fog túllépni rajta, hogy a 12. hetet betölti, és egészséges. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a 12. hétnél még, tehát még akinek nem is volt vetélés, egy szorongás, hiszen ugye ez a vízválasztó, hogy megmarad-e a baba, minden rendben van. Anna, te ezt hogy dolgoztad föl akkor, amikor 3 babát elveszítettél? Mennyire volt szorongó a következő terhességednél ez a 12 hét? Hát én vállaltam mindig azt, hogy amikor megkérdezték tőlem, hogy na, hogy vagy? Igen. Legyen rajtam végre, lássam őt, tudjam, igen, hogy egészséges. Igen. Tehát, hogy azok, akik ezen az úton vannak, általában ugye már ott vannak, hogy nem csak hogy örülnek a 12. hétnek, és utána végig az egésznél bármit érzel, ami furcsa, rögtön segítséget kezd, és nagyon fontos itt is a lelki támogatás. Azért is fontos, mert sokszor van az, hogy amikor megszületnek ezek a babák egészségesen, pár hétre rá egy szülés utáni depresszió következik be a nem jól feldolgozott folyamatoktól. Úgyhogy nagyon sokat számít az, hogy kapjunk segítséget, és hogy lelkileg is feldolgozódjék. Tehát az, amikor jöhet a következő baba, ez azt gondolom attól is függ, hogy mikor állunk kész erre, hogy ő érkezzen. Igen, meg ugye nagyon sok esetben az van, hogy mondjuk mire egy nő eljut oda, hogy elvetél, az egy dolgot biztosan jelent, hogy teherbe tud esni. Ugye, mert nagyon sok olyan nő van, aki már magával azzal a ténnyel is küzd, hogy nagyon nehezen esik teherbe, és én minden nőnek nagyon kívánom, hogy próbálja meg így felfogni, hogy menni fog. Igen, és beszéljünk róla, mert ne, nincs ebben semmi szégyelnivaló, és remélem ez a beszélgetés sok embernek adott erőt. Köszönjük, hogy itt voltunk. Köszönjük szépen. Köszönjük.